Szevasztok, hölgyek, urak, egy kis bejelentkező. Most ért véget a csoporttal, a felolvasás csoporttal a felolvasás. Mindig szerdán este 8-tól van, körülbelül 9-ig van, akkor fél 9-től fél 10-ig. Most értünk véget. És ott elkezdtem nekik mondani bizonyos információkat, amit gondoltam, hogy na majd, ha véget ért a felolvasás, akkor nektek is itt a YouTube-on, a nagy közönségnek is megosztom. Szóval elkezdtük vágni a vének tanácsát. Erről szeretnék egy pár szót mondani. A vének tanácsáról, aki nem hallott még. Elhatároztam egy olyan másfél éve, hogy összehívnám, nem is tudom, hogy jött az ötlet, hogy összehívnám az ilyen idősebb, bölcs barátaimat. Szubjektív válogatás, tehát teljesen szubjektív, elfogult válogatás, akiket én szeretek, akik nekem barátaim, nekem bölcs barátaim, akik ezzel foglalkoznak, hogy segítői hivatás, pszichológusok, vezetők, gondolkodók, filozófiai, tehát ilyesmivel foglalkoznak, hogy üljünk össze, és együnk egy jót, szeretek enni, szeretek evés közben jókat beszélgetni, filozofálni, együtt lenni barátaimmal, és arra gondoltam, hogy ezt kéne ötvözni azzal, hogy régen mondtam a Kassai Lajosnak, a Lajos barátomnak, hogy de kár, hogy már nincsenek ilyenek, hogy a különböző törzsek vezetői összeülnek. Törzsek vezetői, ugye a vének tanácsa, amikor összejöttek az indiánok, vagy a törzsek vezetői, összegyűlt a vének tanácsa, és dumáltak. Nem feltétlenül voltak vének, de ilyen bölcsek voltak. De általában akkoriban ugye azt mondták, hogy a vének voltak a bölcsek, és akkor a vének tanácsa. Mi lenne, ha csinálnák egy mai vének tanácsát, ahol ilyen bölcsek, nem öregek, meg nem vének, csak így idézőjeles vének, így összeülnek, és úgy beszélgetnek. És ezt én összehoznám az én barátaimmal. És összehoztam a Kaló Jenő, nagyon ismert asztrológus, mester, az egyik legnagyobb itthon, gondolkodó, pszichoterapeuta, segítői hivatásban elhelyezkedő, nagyon komoly ember. Nagyon szerettem, nagyon jó lelkű ember. Kis József Zsolt, nagyon jó barátom, Zsolti barátom, nagyon komoly asztrológiai tudással rendelkező, pszichodráma, asszisztens és már vezető is. Sokfélét tanult a Zsolti, nem tudom, volt pap, de nagyon komoly jogikus életmódot él, és a jóga útján van, és még biztos sok olyan képzése van, amit ő képzett, és föl tud mutatni, amit én most nem tudok elmondani. Ismeritek egyébként sokan. Páger István, Páger úr, a jógamesterem, 2008-ban kerültem először hozzá, reflexológus, tanító, gyógyító, masszőr, ő is mindenfélét, pszichotronikus mester, mindenfélét tanult ő is. Nem tudom itt most az embereknek a ilyen kiképzéseit elmondani. Ő is mint a 70 éves. Akkor a Kassai Lajos barátom, akit 2013-4 óta ismerek, együtt filozofálunk, beszélgetünk, most is beszéltem vele telefonon, beszéltünk megint a világ helyzetét kicsit, egy ilyen 35 percet beszéltünk most csak gyorsan, de már beszéltünk ilyenekről, nem beszélünk ilyen sallangokról, és őt ismeritek. Lovas Ilyász iskola, harci művészet megalapítója, elterjesztője a világba, stb. És Bedő Imre barátom, aki... Mert ezek tényleg mindig barátaim, tehát Bedő Imi barátom, aki közgazdász, nagyon komoly üzletember, közösségalkotó, vagy csináló, vagy kreáló, a Férfiak Klubja megalapítója, Gránit Oroszlán díj megalkotója, tehát ők mind millió címet lehetne hozzájuk mondani, nem tudom így a címeiket. De őket szeretem, nagyon szoktam velük gondolkodni, sokat formáltak engem, azt hiszem én is őket. És úgy arra gondoltam, hogy gyerekek, nem ülünk össze. Egyrészt így ennyien nem szoktunk összeülni. Gyerekek, mi van, hogyha én rendezek, fizetek, csinálok nektek egy vacsit, nem feltétlenül úgy, hogy én csinálom ennyi emberre, de akkor rendelem, vagy együtt hozzuk, vagy valami legyen, hogy üljünk le valamelyikünknél, egy nagy körasztal körül, és hagy hívjak össze, mit tudom én,
oda hívom a filmes barátaimat, oda hívunk négy kamerát, egy totált, három izét, tehát mindent, kamerák, lámpák, mint egy dokumentumfilm. Hagy vegyem föl a mi beszélgetéseinket, ezt. És beszéljünk a világról, az emberről, magunkról. Ennyi különböző nézőpont, mint a vének tanácsa, üljünk össze, és filozofálj, beszéljünk meg gyakorlati tanácsokkal, vagy bármi, hogy mi van, hogy van a világban. És jöjjük, meg volt. Összejött, mindenki benne volt, várta, nagyon jó indiait hozattam nekik, gyönyörű környezetbe, nagyon, nagyon jó berendeztük a szettet, tehát a helyszínt, és nagyon jó operatőröket sikerült hozzak, és a Slemmerádi barátom révén ott nagyon jó operatőrökhöz, meg mindenhez jutottunk, és utána nagyon sok jó ember, Tatár Gabi, Járosi Robi, most nem sorol, nagyon sok ember segített, közreműködött, hogy csináljunk egy jó filmet ebből, és csináltunk egy olyat, hogy Vének tanácsa, tavaly jött ki, nézd meg itt a YouTube-omon, vagy a Kassai Lajos YouTube-ján, vagy a Kaló Jenő YouTube-ján, vagy a Kissé Zsolt YouTube-ján, vagy csak üsd be a Google-be, ki Vének tanácsa. És ott találsz egy 2,5 órás beszélgetést, ahol kajálunk, zene van, nem tudom, és filozofálunk. Nagyon jó. Nagyon szerették az emberek, vagy azt így mondani, nagyon szerettétek. És gyerekek, ezt folytatni kell. Mindenki benne volt, és most májusban vagy júniusban, azt hiszem talán júniusban, ja, június 20, hogy valahogy így valahogy leültettem őket, gyerekek megint. Na, megint lesz izé, szerették az ember, mondom, na, úgy szerették, hogy több mint 250 000 ember ült le és nézte meg. Tehát gondold el, ma egy filmet, ami nem tudom, egy magyar film, hát nem, alig néznek meg 100 000-en. Régen, amikor csináltuk ezeket a filmeket, SOS szerelem, meg 9,5 randi, meg a szabadság szerelemet, ne is beszéljünk, az több, majdnem 1 millió ember megnézte Magyarországon, érted mozikban. Tehát ez csodat tett, de mit tudom én, a Médi Hungáriát is, nem tudom, 300-400 000 ember. Ma már nem néznek annyira az emberek így. Lehet, hogy csak magyar filmet, nem tudom, de a magyar filmeket nem nézik ennyire, sajnos. Na most miért kötöm? Mert az, hogy egy látszólag cselekvésmentes, drámamentes dolgot, hogy 6 ember, 6 barát eszeget, és beszélget komoly filozófiai, vagy emberséget, emberiséget érintő, krízisből kivezető megoldásokat felvillantó, felmutató témákról. 2,5 órán keresztül, és azt megnézik több mint 250 000-an. Az egy csoda. Az egy csoda, érted? A mai világban, amikor nem tudnak az emberek leülni, meg meghallgatni valamit, ami mindenki mondja, hogy 10 percesnél több ilyen YouTube videót ne csinálj. Dehogy nem csinálok. Nem nevelem, nem segítem őket arra nevelni, hogy 10 percnél után, 10 percnél hosszabb anyagra ne tudj koncentrálni. Hát nem tudunk már egyedül csöndben lenni egy óráig. Hát nem tudunk 1,5 órát olvasni. Hát nem tudunk meghallgatni nyugodtan egy podcastet, ami 1 órás vagy 1,5 órás, meg pörögnie kell, meg vágás. Hát ez nagyon súly. Ez nem jó, ez egészségtelen. És mondom, de ez egy beleláthat a néző, hogy 6 barát, kvázi a Vének tanácsaként, hogy beszélgetnek halállazán, nagyon fontos témákról, nagyon szépen, komoly tudatszinttel rendelkezve, remélhetőleg, és talán komoly érettséggel és bölcsességgel. És azt hiszem, hogy így is lehet. Lehet, hogy hazabeszélek, de azt hiszem, hogy így is lehet. Persze utána kérdezték, hogy miért nincsen női változat, megcsináltam a női változatot is, az lett a cím, hogy Női kör, ezt is nézd meg, ott is csodálatos nőkkel voltam. És most megcsináltuk a második felét. Júniusban. És hát utána millió munkám volt, meg színház, meg castingok, meg minden, és most elkezdtük vágni. Tehát még csak most, szeptember végén, október elején elkezdtük vágni. De úgy néz ki, hogy meg lesz októberre, és csak azért mondom, mert olyan, erről beszéltem többek között ma a Lajossal, olyan különleges lett ez a második rész ennek a Vének tanácsának, gyerekek, hogy most én titkot árulok el, mert majd ott kiderül, de hogy valahol majd meglátod, két részből áll. Egy részben lesz tálalva.
de valahol mégis két részre bontható. Az elsőben ugyanúgy kajálunk, ott vagyunk, beszélünk világról, magyarságról, Magyarország helyzetéről, jövőjéről, megoldásokról, dolgokat felvillantunk, nagyon bölcseket mond mindenki, de tényleg, szóval rendben van. Erre számítottam, ezt vártam. Nem lövöm le a poént. Van egy szünet benne, és van egy második része. Mondom, ez egyben lesz, egy filmként lesz tálalva nektek, a nézőknek. De lesz egy második része, lehet majd látni. És ebben a második részben, hallál komolyan mondom, ma jöttem a vágásból, most 3 óráig még ott voltam, olyan emberi oldalukat mutatják meg, belőlem olyan személyes, olyan intuitív kérdések jöttek, ami olyan személyes, olyan intim, olyan mélyreható, hogy mit tudom én, mikor bántottál meg valakit utoljára? Vagy mikor kértél bocsánatot utoljára? Bedői mi, vagy Lajos, Págerő, Kalujen, mikor bántottál, vagy mikor kértél bocsánatot utoljára? Vagy mit csinálsz, ha félsz? Tehát nem az, hogy mi legyen Magyarországgal, mit gondolunk a világról, elemek, de mit csinálsz, ha félsz? És ott volt egy döntés, hogy ezek az emberek, miközben kajálunk, hogy most az ő élet ennyire meg kell nyílni, ilyen személyesen. De mivel, hogy mi barátok vagyunk így, egy idő után elfelejtették, hogy ott van a kamera. Olyan érezhető volt most, hogy mondom, ott voltam a vágásnál, a helyszínen is, de most a filmen keresztül érezhető volt, hogy elfelejtették, hogy veszik őket. És olyan beszélgetés alakult ki magukról, a magánéletükről, a lelkükről, az érzékenységükről, olyan szinten tártak föl őszintén, mélyen és transzparensen, érzékenyen dolgokat, hogy az valami gyönyörű. Olyan példamutató, hogy férfiak, ott ültünk, és egymás előtt megnyílva, sebezhetővé válva, ennyire őszintén beszéltünk, nem a világról okoskodva, meg amit tudunk, meg jó, de magunkról és magukról mindenki betette a közösbe, mint egy tűz mellett, csak az étel után, a nagy asztal körül, a körasztal körül ülve, mindenki magáról önmegvallott. De olyan mélyen, tehát például most nem akarom lelőni, nem fogom, de a Lajos olyan, tehát így a Lajos, a Kassait így még nem hallottad beszélni. Ilyen lágyan, ilyen őszintén, ilyen szépen, ilyen személyes dolgokat elmondani. Soha. Én csináltam vele, mit olyan 3 interjút, már 3 beszélgetés volt nálam föl, gyere fel Ivánhozon is 2-szer, tehát nem tudtam ezeket a részeit. A Páger úr is, akit 1000 éve ismerek, a Zsolt, kísérőt, olyan dolgokat mondott el, olyan érzékenyen, olyan finoman, a Jenő. Nem akarom elmondani, hogy miről, mert akkor már lelőttem, de hogy ez egy nagyon nagy szó, hogy mert ő is, vagy bárki is ennyire megnyílni magukról, nem tudom, mit gondol a világról, hanem olyan személyesen kezdtünk el beszélgetni, és poénok voltak, az a zseniális, olyan poénok, amiket benne hagyok. Szóval nem az, hogy komolyabb vének beszélgetek. Poénkodtunk egymással, de olyanokat rögtünk, hogy ez nem igaz. És ott van. És ott van benne. Ott van benne. Zseniális. Tehát ez a vének tanácsa, most úgy neveztem el, a vének tanácsa 2.0, olyan más lesz, olyan különleges lesz. Ma azt mondtam a Lajosnak, hogy figyelj, ez zseniális. Ez nagyon értékes. És tudod, mit lehet, hogy jó, legyen még ilyen. Lehet, hogy ilyet nem fogunk tudni még egyszer csinálni. Mert úgy kezdtünk el beszélni, mintha egy pszichoterápiás csoportban lennénk. Tényleg magunkról. Tényleg mélyen. Mindent megvalva, kendőzetlenül. Az Imi egy olyan mély dolgot mondott el, de most csak ami eszembe jut, még ott nem is tartottunk ma a vágásnál, az majd szombaton lesz. Az egészen mély, megrendítő. Szóval ilyenekről az ember, mondom én, aki egy ismert ember is ad interjút, nem tudom, ilyen intim és magán dolgokról az ember nem beszél. Nagy közönség előtt. És mi most nagy közönség előtt, mintha nem lennénk, úgy beszéltünk, hiszen csak együtt beszélgettünk, de mindent rögzített a kamera.
És attól még ott van ezeknek az embereknek a mélysége, az érzékenysége, a bölcsessége, az intimitása, a lelki intimitása, úgy értem. Az érzelmi intelligenciája, a humora, a csibészsége, ez az igazi tanítás, hogy milyenek igazából, és sikerült elcsípni. Megjelent. Nem egy percig, nem 10 percig, a második felében, egy bizonyos szünet után, és főleg ezt fogom aláhúzni, főleg ezt fogom beletenni ebbe a filmbe, főleg ezt fogom benne hagyni, mert ilyet ritkán látsz. Ebből nem szabad szinte vágni. Ez gyönyörű. Olyan kincsek vannak benne, hogy tényleg ezt így a... Mint amikor az van, hogy a Jungról, vagy nem tudom, a Chaplinről, vagy a, nem tudom, Picasso beszélne, nem tudom, az életének milyen dolgairól, és hogy róla van egy ilyen interjú, és meg tudod, hogy tudni, vagy ilyen mély megvallások. Ilyeneket, mint ezek az emberek, egyenként is, amiket mondtak, nem hallottam még fölvéve. Nem, hogy együtt ez a 6 ember, és így, erről beszélve. Ez egészen különleges. Tényleg, ez olyan kincs, olyan csoda, olyan érzékenység, olyan finomság, olyan különlegesség. Úgy örülök, hogy ezt... Ugye ez jött ki végül abból, amit valaha egy ötletem volt, vagy így kitaláltam, hogy ez így jött. Olyan csoda lett, olyan nagy tisztelet, hogy ezt én csinálhattam meg, vagy én általam ez ide kerülhet. Ez egy nagyon, nagyon nagy tisztelettel és alázattal veszem, és ez egy nagyon nagy szó, vagy egy dolog nekem, hogy ezt, ha ezt meg tudjuk jóra csinálni. Ami semmi különös, legyen egy szép legyen a kép. Nem olyan, ami manapság, akár mi most én, hogy itt ülök a vizé előtt. Tehát ez most nem egy szép kép, amit itt látsz. Vagy amik általában ezek a podcastek, vagy beszélgetések, hanem legyen egy szép, stílusos kép. Amit én nagyon szeretem, a szépet, meg filmesként, hogy legyen egy szép kép, legyen jó hang, és legyenek olyan pillanatok elcsípve, amit azt mondod, hogy hú, de szép volt. Hú, de emberi. Hú, de emberi. Hú, de tanulhatok belőle, és a konkrét személyes élményeket megvalva, attól, hogy valaki megval valamit, és azt mondom, hogy mint egy mély, tudod, milyen volt? Mint egy mély interjú. Mint egy mély interjú, és mint egy ilyen pszichodráma csoport megvallása, vagy megnyitása, csak mind kamerában, és ezektől az emberektől, evélet, vagy ezélet most ez a vének tanácsa. Egészen hihetetlen, és nem akartuk, hogy ez legyen. Én sem akartam, nem ezt terveztem. Ezzé alakította magát. Egyszer csak intuitíve jött olyan gondolat, hogy a második részében bekérdeztem ilyen dolgokat. Pam, 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 pam. Egyszer csak jöttek. Pam, pam. Beszéljünk konkrétan. Beszélj az életedről. Valld meg. Vaj meg. Vaj szint. Valljunk meg. Nyitsuk ki a lelkünket. Tegyük bele magunkat. Most ne csak ilyen szépeket mondjuk, ami jó lehet, meg okos, meg persze. Beszélj magadról. Mondd el. Te vagy, te hogy vagy ezzel. Te hogy vagy. Mert abból tudunk a legtöbbet tanulni, hogy te hogy vagy ezzel. És mindenki jött ezzel. Ezek a komoly férfiak megmutatták a fájdalmaikat, a szívüket, a lelküket, gyönyörű. Hú, annyira várom. Úgyhogy ilyen lesz, ezt akartam csak mondani, ezt most kiteszem, és hogy egy ilyen kis előzetes. Úgyhogy ezt nyugodtan megoszthatod, ha úgy gondolod, meg is köszönöm, hogy minél több emberhez eljusson. Jövünk ki októberben, még nem mondok pontos dátumot, mert nem tudom, hogy a jövő hét végére elkészül-e. A jövő hét végére, vagy a következő héten úgy néz ki, hogy ki tudunk jönni, mint premier. És megláthatjátok ti is. Teljesen ingyen és mindenki számára hozzáférhetően. Osszátok meg ezt is, minél többen, ha tudjátok, és több helyre, és majd azt is. Hadd legyen egy kis fény is, hadd kapjunk, hadd szóljon valami a lelkünknek, hadd szóljon valami a szép lelkünknek, nekünk embereknek, hadd tanuljunk, hadd lássunk példákat, hadd lehessünk jó példákkal elől, hadd ne csak a káosz legyen, és a kosz, és a mocsok, meg a teljes őrület, vagy az elkedvtelenedés, vagy az elbizonytalanodás, hanem nem, van fény,
van fény, vannak olyan emberek, érdemes valakikre hallgatni, érdemes valakikre figyelni, érdemes őket meghallani, vannak olyan emberek még, akiket érdemes meghallani, érdemes őket beszéltetni, akiket érdemes, akiknek érdemes egy kérdést feltenni, vagy egy mikrofont az arca elé tenni, vagy akikre megkérdés érdemes, hogy hogy menjünk tovább, vagy hogy bocsássunk meg, vagy mit csináljunk ezzel, mit csináljunk ezzel. Vannak még értékes és csoda emberek, és fényes emberek. És ez jó ebben a néha úgy tűnik, hogy elsötétülő korszakban, vagy világban, vagy kicsit bizonytalan, kaotikus világban érdemes egy ilyen tudni, hogy van, amibe tudunk kapaszkodni, van fény, amit érdemes követni. Úgyhogy megköszönöm, ha ti is ebben benne vagytok. Miben? Hogy terjesztitek, hogy viszitek ennek hírét, majd amikor kijön annak a hírét. Tehát nektek is úgy érzem, hogy van felelősségetek a terjesztésben, ha úgy tetszik. Vigyétek hírét. Ugye? Na, ennyit akartam, de nagyon nagy várakozással vagyok felé, mert egész, szóval tudod, mit mondanék rá? Hogy szép. Lelkileg szép. Hogy de szép. Meg egyébként nagyon vicces is lesz sokszor, tehát így arra jókat röhögnek, hogy tudod, a férfiak poénkodunk, de hogy szép. Hogy én, na ez érték. Na mit gondolsz, Iván? Ez, ami benne van, azt gondolom, hogy ez érték. Ez emberi érték, az elhangzottak, ahogy elhangzottak, amik elhangzottak, akiktől. Ez érték. Úgyhogy csináljunk minél több ilyet, mindenki a maga területén. Én így tudtam, én így tudok például idehozni, kicsit ilyen filmesen, kicsit ezen az úton haladva. Szevasztok, gyerekek, jó ét!